Az Esti Sóder támogatója a T-com XXL díjcsomagja. Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Hölgyeim és uraim! Önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb showműsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről Esti Sóder a szezon finálé. Fábri Sándorral, Kuszbert Péterrel és a Sóder Benddel. Ma este a Sóder nyílt nap, tabuk nélkül. Itt lesz az ország legújabb teniszcsillaga, a Roland Garros kétszeres győztese, Szávai Ágnes. A Sóder zenei színpadán élőben Kozma Orsi. És újra itt a Sóder Klub, ahol bárkiből napok alatt sztár lehet. Hölgyeim és uraim, a stúdióban immár 7. esztendeje, ebben a szezonban utoljára az ország első számú showmestere, Fábri Sándor! Köszönjük szépen! Ne esünk túlzásokba! Nyugtával! Köszönöm szépen! Nyugtával, drágák, nyugtával dicsérjük a napot, ugye németül mit kvittunk, lóbedi zonne, úgyhogy majd, ha a tapsolási kedvük az emberpróbáló műsor végeztével is íj ormokra hágik, akkor ne mérsékeljék magukat. Jó estét kívánok, 138. alkalommal keltjük a zavart ebben a szezonban utoljára. Igaz, hogy hamarabb is eszembe juthatott volna, de itt mesélem el, amit talán az első adások egyikében elmondtam, hogy ez a remélem zavarok szlogen, ez nem az enyém. Ez Felugosi Laca barátom, kitűnő képzőművész, híres mondása, amikor hajnali 2-kor így állított be egy csontszáraz házi buliba, ahol mindenki fagyottan üldögélt és rendkívül kedvetlenül, úgyhogy itt ragadom meg az alkalmat, hogy neki ezt megköszönjem, és hát így Laca jegyében zavargunk tovább ugye a mai este a 138. alkalommal. Természetesen humor, labdacsok, bombonok, pöffenetek, petárdák, rakéták, nyilak, röppentyűk, splitterek, srapnelek, aknák, durmányok, formájában. Olyan szó, hogy durmány nincs. Köszönöm szépen. Az utóbbi kettővel, ezt csak úgy mondom, levertünk mindenkit. Az utóbbi két adással. Ez azért érdekes, mert a barátok közt ugye hamarabb is megy, és nem. Én azt én nem nézem, nemrég tudom, hogy ez napi, én azt hittem heti, de egyébként ennek is megvan a titka, rém egyszerű, mert magyar. Tehát nem azt hallod, hogy Don Miguel ki az anyád, hanem mégis nyomokban Magyarországra emlékeztet valahogyan. Hát mi azt hittük, hogy a abbánál szarabb zene már a világon nem lehet. És lett. Ugye? Tehát azt hittük, hogy hát a szomszédokat akkor ugye hát csipkedtük, de mégis néztük, és most már visszatekintve ebből a sártengerből Shakespeare-i műnek tűnik ma már. Igaz? A szomszédok. Köszönöm szépen! Pasas elmegy az orvoshoz, azt a doktor úr nem áll föl. Miért dugni jött? Nem egy bonyolult képlet, de a népdal tömörségével ragadja meg a problémát. Azt kell, hogy mondjam. Kérem tisztelettel, egy pasas bemegy a kocsmába, azt mondja, mindenki a vendégem, egy kör. Mindenki a vendégem, két kör. Miután a harmadik kör is lemegy, a pasas, mint aki jól végezte dolgát, eltávozik, egy dolgot felejt el, fizetni. A csapos utána osson földre viszi, megrongálja arcát. Másnap ugyancsak megjelenik, kicsit viharverten a krapek, nem akar lemondani az utópiájáról, ugye? Ahogy drága atyám mondta, ne mondjunk le az utópiákról, de őrizkedjünk azok megvalósításától. Na visszamegy, azt mondja, mindenkinek egy rundót, mindenki a vendégem, majd ránéz a csaposra. Te nem kapsz, mert ha iszol, vereked el. Na egy kis lírai futam, pasas elmegy az orvoshoz, hogy rettetesen fáj a feje. Azt mondja az orvos, hát nyilván a sok cigaretta.
Szóval, uram, életemben egy szál cigarettát el nem szívtam. Azt hát biztos sokat iszik. Szóval én egy pohár pezsgőt ittam az 50. születésnapomon, ez minden. Hát akkor biztos a túlzott szex különböző partnerekkel, különböző konstrukciókban. Azt a kérem én csak a feleségemmel hetente kétszer. Igen? Akkor tudja, mitől fáj a maga feje? A glóriától. Lenn voltam Szegeden, végig autópálya. Kisteleknél egy kicsit elkeskenyedik, de hát azért autópálya az azért. Nincs bekerítve, de hát meg nagyon erős szembeforgalom van, de hát mégis csak ez az autónak a pályája. Ugye? És azért ilyen huppedlis, az direkt, hogy az autó ne tudjon kifarolni. Ugye? Tehát az megtartja, ezt tulajdonképpen sínautóval lehet ugye menni, ez az autópálya, és ilyen forronadrágos hölgyek így integetnek Balástya magasságába. Ők nyilván az autópálya felügyelő. Kérem szépen, újabb kalandjaim vannak. Kaptam használatra egy nagyon szép autót. Mit tesz Isten, kabrió? Két napja merem csak lenyitni. Ez az a típus, aminek a három karikában jelzett változatát Kínában is gyártják. Hazamegyek, leteszem a verdát, első éjszaka. Hallom, Duda. Kinézek, mondom, a Zolihoz biztos megjött a hülye haverja, hogy menjenek sakkozni. Mondom, ne dudálj már be azért. Kimegyek, hát az én autóm dudál. Mert van benne egy riasztó, meg van benne egy GPS. Ez a műholdas, tudom, GPS. Én azt mondom, GPS. Aznap hatszor beszéltem a központtal. A jelszó. Tehát nap. Már így mondtam, mert állandóan valamit elfelejtettem. Mert jelszót kell megadni. Na mindennek, jó, rendben van. Este, szép nyári este, végre egy kis fröccsel lehet foglalkozni. Vidám az élet. Egyszer csak ti. Ti! Hát mondom, letolom a francba a Dunapartra az egészet, aztán hát nekem szomszédaim vannak, ismernek, minden. Várjál, kimegyek, nem ő fogadja be a kódot. Egyszer csak megszólal egy női hang, öné az autó, uram. A GPS megszólal. Mert kiderült, hogy a telefonom ki volt kapcsolva, úgyhogy nem tudtam mondani, hogy Renault. Hát én olyan ideg összeroppanást kaptam, mondom, hol van ez az asszony? Mondom, fölnyitom a motorház tetőt, minden, hát valami, mondom, hagyjon már engem, mondom, nem nyúlok, jöjjön ide, és vigyék el ezt az embírom idegekkel ez az autó. Szörnyű. Na most már megbarátkoztunk. Szoktunk ilyen rövid könyveket, ugye a világ legrövidebb könyvei, és gonosz barátaim megírták Sanyi legrövidebb könyveit. Ugye, hát legyünk mi is rajta a palettán. Kedvenc fitness receptjeim. Amit kedvelek Csonka András dalaiban. Közös témák Baló Julival. Minden, amit a Star Warsról tudok. Jó, hát ez a kollégák számára köztudott, hogy nem láttam a Csillagok háborúját, bár már Design Centert is csináltunk belőle, úgyhogy egyszer egy edzőtáborba lekötöztek, és videón meg kellett volna néznem, de egy nehéz délelőtt volt egy nehéz este után, úgyhogy a fotelbe elpillettem. Na mindegy, más. Kérem szépen, hogy mivel foglalkoznak sportügyekben? Hát, hogy a teniszbe, Wimbledonba a nők ne nyögjenek tenisz közbe. Pedig néha azt hiszem, hogy rossz csatornám, hogy mondom, ez már szadomazó. Azt ránézek, sport. Hát én ezzel részben tudok egyetérteni, tehát mondjuk a Kurnyikova azért egyet-kettőt nyöghet. De. Na képzeljék, a múltkor krahácsoltam. Ugye kis torok problémáim voltak. Tudják, mi derült ki? Hogy a vérnyomás csökkentőmtől köhögök. Tehát valamit megjavítanak, vagy karban tartanak, és akkor mást el... De, mert ugye régen köhögtem egyet-egyet, hát reggel... Little harák, nem a világ. Elvánszorogtam egy drága, nem egy, hát az én drága torok őrnőmhöz, Farkas Henrietta doktornőhöz, aki eleve itt terpeszbe ül be, mint a fülorgégészek. Tehát van a dolognak egy ilyen nagyon finom erotikája, egyébként allergológus is, és rögtön megfogja a nyelvedet egy gézdarabbal, és én már hányok. Tehát egy egész picit, annyira érzékeny a gégefőm, hogy hát attól fogva nem sok erotika van az akcióban. Van szép zsebkendőm, megmutatom. Tépőzáras, nincs még semmi kódolt üzenet.
Jó, nem tudtam ezt a történetet lezárni. De közben voltak a szemértékelhető elemek, nem? Tehát voltak villanásaim. Kérem szépen, levelet kaptam Pasadenából, a világ egyik leghíresebb pszichiátriai intézetéből. Megnyugtatóak a hírek. A dolog előzménye a következő. Valahol Amerika nyugati partján egy este egy hölgynek ösztáncolni meg. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy mi az a zacskós tej tartó. Tehát így csevegtünk, hogy Alex, hát igen, nagyon érdekes, nagyon érdekes ország, igen. És akkor nálatok hogy van a tej? Mondjuk hát zacskóban. A sok zacskó egy nagy kék pitliben van. Mondd Alex, és ez nem szakad néha ki? De, kiszakad. Reggel már bevisz a rendszeregyütést a módszerváltás után 15 évvel. De van megoldás. Van megoldás, Catherine. Van mellette egy büdös rongy. Oh, really? You've got a büdös rongy over there. Oh, Alex, hát ez egy nagyon érdekes ország. Te, ez egy nagyon... Itt már reggel ilyen kalandok vannak? Azt mondja, igen. És azt mondja Alex, és akkor hogy öntötök? Hát mondjuk zacskós kakaó esetében az kiharapom ott rögtön. Oh, Alex, ez exotic country. Oh, really? Mert nem hordok általában magammal körömollót, és a boltban pedig nincs olló, ugye nem adnak. Akkor azt ott betolom az arcomba, majd azt elhelyezem a göngyöleget. Nagyon jó. Te, Alex, és a sok műanyaggal mit csinálnak? Hát a hölgyek idősebb nénik szabad idejükben prima lábtörlőket horgolnak ebből, ugye? Nálunk boltos Vera eleve már zacskóba teszi a nejlon zacskós tejet. Te mondom is, ehhez van egy tartó. Tartó? És akkor a pupillája úgy kitágult, mintha 3 gram finom üzenetet szippantott volna, tehát egy gyakorlatilag megkezdődött egy ilyen psychedelic állapotba kerülés, gyakorlatilag teljesen szermentesen. Szegál bemegy a sitre. Ez itt a Big Brother ház, nem ez a való világ. De Alex, és akkor miért? Miért kellene ez a tartó? Hát az ő nem tartja magát, ez a tej? Nem, az hever. Nem tartja. Ha nincs tartód, akkor én beszoktam támasztani a frigidernek a zsebébe, ahol ő elhagyja magát, ugye? Durgálódik, mozog, berezeg, és akkor jön ki a tejecske, ugye? Oh, Alex, hát you are sporting all the day, ugye? Azt el kell mesélnem, még ideges vezetőkoromban néha csoportokat Győrben kellett várni, és jöttünk át ezen a furcsa országon, ami a mi hazánk, ugye, vagy legalábbis ennek egy részén, és hát kösen szombat délután jazzeltek az emberek az utcán, és mindenki tréningatjába, ugye, Mackó, a Magyar Nemzeti Nagy Népviselet, brum-brum, hóze, németül Maciba, és nézték az amerikaiak, megtörtént, nem teszek rá, oh, Alex, there are so many people sporting, ennyien sportolnak, hogy, de hát a kocsmáig elmennek, persze, meg a bringán hazatolják a kukoricaszárat, meg hát ugye, ahogy a drága bödős kolléga szokta mondani, hogy részegen ugyebár minden mezőgazdasági munka extrém sport. Na, hát szóval és tettel térjük vissza, azt mondja, Alex, de hát ez nem tartja meg magát, és erre van egy tartó, amiben benne van. És akkor éreztem, hogy valami így megpattan benne. Egy húr, és elkezdett körbejárni. Bevitték a Pasadenai Pszichiátriai Intézetbe, mert azóta is körbejár. Tehát pillanatilag egy szovjet vendégprofesszor konzultál Hoa, kínai csodadoktor professzorral, és még 2 amerikai, amiből az egyik tényleg Nobel-díjas. Tehát ez van az amerikai pszichiátriai Pasadenai zárt intézetbe, de most már csak félköröket csinál. Tehát ez volt a levél. Kérem szépen! Anikó nem talál kiadót. Mondom, mi, megvan már a könyv, vagy lehet, hogy maxi CD-t? Nem lehet tudni, ugye, ezeknél, nem lehet tudni. Ha könyv, akkor abból egy kis fejezetet tudnék ismertetni. Reggel felkeltem, mint akárki más. Azt álmodtam, hogy Jay Leno-val járok. Némi Jay Leno, ez a kollégám Amerikában. Nem nagyon értem, néha itt is lehet fogni a műsorait, de minden este ezt csinálja. Ilyen, biztos jobb. Azt álmodtam, hogy Jay Leno-val járok. Némi csalódást jelentett, hogy reggel csak Klausmann Viktor találtam az ágyon.
Ekkor éreztem, hogy valami végleg eltört köztünk. Még Viktor elköltözik, megreggelizem. Délután. Munka megbeszélésre készülök a tévébe, ami könnyen randiba csaphat át. Már 4 napja nem írt rólam a Blikk. Nagy elhatározásra jutottam, leülök a tévé elé, és addig kapcsolgatok a csatornák között, amíg meg nem találom az igazit. Kérem szépen, egy valós dokumentumot van szerencsénk ismertetni, a dokumentum önmagáért beszél. Tisztelt Hölgyem, Uram, fiúk és lányok, szenzációs lehetőséget kínálok most önöknek. Ha nincs ideje rá, ha úgy érzi, káros hatással van önre, ha ma még vezetni akar, ha még nem próbálta, ha a szüleik nem engedik, ha egyszerűen csak másnak akarna fizetni egy italt, vagy ha nem akar szenvedni a másnapossággal járó kellemetlenségekkel, berúgok ön helyett. Nem kell más tennie, csak átutalnia azt az összeget, amit az ivásra fordítana. Küldje el erre a bankszámlaszámra, és én vállalom, hogy a teljes összeget eliszom. Az utalásnál a közleményhez írja oda, hogy berúg. Kérem tisztelettel, még egy kis badárforgács, ugye ma fogjuk őt hallani egyébként a műsor végén. Megyünk át Kanadából Alaszkába egy köves úton, tehát nem a, ugye van egy aszfaltos az Alaszka Highway, de mi nem arra mentünk. 5 kocsit sikerült egy nap megszámolnunk. Tehát nagy kontinens, kevés ember. Mikor az 5. autó föltűnik, azt mondja badár, azt mi van itt, hétvége, bepörögtek az eszkimók. Ha már Badár Sándor barátomat említettem, hát Szőke András úrnál is tettem látogatást. Sikerült a wellness centrumot bővíteni. Ez eddig se volt csekélység. Volt például egy ilyen téli kert, ahol akvárium is tartózkodott. Az akvárium az hipos hordókból állt. Az egyikben tartózkodott Misi a ponty. Misi annyi tápot kapott, hogy egy éjszaka 4 centit nőtt és beszorult. Na azt hittem, hogy András munkásságának itt egy nagyon komoly végepontjához érkeztünk el, de nem. A Bogyorók házában, ami vele szemben van, tavat építetett. Sötét alga, tehát semmit nem látsz, tehát gyakorlatilag egy ilyen olajos pakurás felület, annyi alga van benne. 15 darab teknősbéka van benne, de ezt nem láttuk. Az egyik teknősbéka Lajos Krisztina, mert nem tudták, hogy fiú vagy lány. Az egyik teknősbéka, Lajos Krisztina, mindig elszökött. Úgyhogy Badár egy picit megfúrta a páncélt, Black & Deckerrel, és Damillal kifixálta Lajos Krisztinát. Kérem tisztelettel, drága barátom és kollégám, Ihos József, végre nagyszerű ötlet, nem végre, ő rendszeresen jön elő nagyszerű ötletekkel, de egy általam is pátiámmal átitatott, azt hiszem egyszerűen sikerült magamat kifejezni, tehát én is már ezt régóta szerettem volna, lesz kérem szépen Roma szappanopera. Ilyen Róma és Júlia történet, kicsit ilyen West Side Story, hogy ó, Rómeó, miért vagy te Capulet, és nem tudom, tehát egy magyar és egy magyar, nem hallották ezt? De, most hát több helyen bejelentettem már olyan fórumokon, mint Havas Henrik, meg nem tudom, szóval mérvadó posztokon, úgyhogy elképzeltem, nem, hogy ha, de Rómeó, mi vagyol te, Rómeó? A Dikma, mi fény nyilall az ablakon? Hát csak nem a kis Capulet Pamelácska, eszem az uzáját. Na gyere, na most. Sokszor szoktam mondani, hogy egy életen át hurcolunk feloldatlan dolgokat. Ugye elmondtam, hogy azt mondjuk az ingre, hogy rövidújú ing, közben ez az újunk, tehát az rövidkarú ing, ugye? Lásd még te, de várjunk. Na, most azt mondják meg nekem, hogy az állami csatornán, mikor reklám van, jön 2 fiatal, és a lépcsőházba hurcivál föl egy gumicsónakot. Azok mit csinálnak? És ezt nézzük évek óta. Mi történik ott? Vagy viszik a szalmazsákot a gőzölőbe? Vagy nem látták? Reklám. Engedj és megy föl. Aztán ketten meg bicikliznek. Hova? Soha nem ilyen. Mindig ennyit. Azt eltűnnek. Nem tudok meg róla semmit.
Hölgyeim és uraim, az évad utolsó showderében egy igazi szezonzáró külön kiadással búcsúzunk önöktől. Ma este a nézők kérdezhettek a showmestertől bármit tabuk nélkül. Több százan jelentkeztek a szerencsések, pedig már kint gyülekeznek, hogy életükben először képernyője kerüljenek, hogy mennyire állom majd a sarat pillanatokon belül kiderül, hiszen ott fogok én párálkodni abban a vallató székben, ugye amolyan fordított nap lesz ez, amit az oskolában is szoktak tartani. Április elsején mindent lehet kérdezni. Nagyon remélem, hogy szerkesztőim nem manipulálták az anyagot, úgyhogy mindent megtudunk. A buzé vagytól neves medvesig. Itt lesz az ország legújabb tenisz büszkesége, az a hölgy, aki mindenki legnagyobb meglepetésére megnyerte a Roland Garros teniszviadalt, mind egyéniben, mind csapatban, a juniorok között, a mindössze 16 esztendős Szávai Ágnes. A Schröder zenei színpadán egy különleges formáció. A Schröder zenei színpadán egy különleges formáció. Nem ott? Ott? A Schröder zenei színpadán egy különleges formációban csak itt a Schröderben láthatják először önöknek egyenesben Budapestről csak itt, csak most a Cotton Club Singersből önállósult Kozma Orsi. És újra itt a Schröder klub, ahol tudják, bárkiből lehet sztár, pláne ha ő már amúgyan is az, Badár Sándor. Ebben a szezonban utoljára, nézzék, milyen szomorúak! Ebben a szezonban, és hát a drága közönséget sem irigyelem, mert két hónapig Schröder nélkül maradnak, tehát én úgy érzem, hogy augusztus közepén már beesett arcú, tévelygő embereket fogok az utcán látni, ugye, mert sokadik Schröder-mentes hét után vannak, de szeptember 1-én kezdünk, mint az iskolába. Na, amit el kéne mondanom, hogy ebben a szezonban utoljára, nézzék, milyen szomorú, őzi, veri, üti a Schröder-bendet Kuszbert Péter barátunk, pillanatokon belül indul a Schröder nyílt nap. Innen folytatjuk. Maradjanak velünk, mert indul a Schröder nyílt nap, ahol az indulatok elszabadulnak a legfurább fazonokkal, a legkényesebb kérdésekkel, a legnagyobb rajongókkal és a legádázabb ellenségekkel. És aki állja a sarat, az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Schröder nyílt nap, tabuk nélkül. Perceken belül itt az RTL Klubon. Keressük Magyarország legfittebb szupernagyját. Ha ön vagy közeli ismerőse nagymama korban van, és korát meghazudtolva képes a legkülönfélébb sportfeladatokra, várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. 1052 Budapest, Váci utca 15, vagy a szupernagyi@tvnet.hu e-mail címen. Egy ország nézte. A show folytatódik. A legnagyobb sztárok. A legképtelenebb produkciók. Elképesztő különkiadások. Vadonatúj epizódokkal az RTL Klubon. A mai alkalommal egy feltalálót szeretnék önöknek bemutatni. Kérésére, de kérése nélkül is elmondtam volna, hogy egyébként számtalan jegyzett, nagyon komoly találmánnyal rendelkezik, egy komoly szakemberről van szó, és aki ezt a sok-sok találmányt nekünk bemutatja, az maga a feltaláló, Sült Antal úr Visegrádról. Szia! Isten hozott! Hát talán a sakkokról mesél nekünk egy kicsit. Azt mondja, hogy kettő kicsit unalmas, meg hogy jobb legyen, négyen játszák. Négyen játszák, egymás ellen játszanak a partnerek, de most már két versenyból. Jó, mert Fater a gyerekeket összeengedi, és tud alatta szúnyókálni egy picit. Igen. Az nyer, mint egy háborúba, aki elfoglal jelen esetben mondjuk a trón pozíciót most úgy nevezik. Tehát ez a piros pont? Ez a piros pont. Te, és minek vannak ezek az üres területek? Itt vannak az ESZ megfigyelők? Hát ez ugye is pont még egyszer annyi mező van, mint a másik sakon. Hát ez így jön ki. Ja, így jött ki. Hát ez a sak plusz, a szükséges plusz, plusz. És van mondjuk a körformáció, az egyébként dartként is egy felhasználás lehetőséget ad. És tulajdonképpen lehetne a sakkot, ez tegnap jutott eszembe, a sakkot kombinálni a darttal. Tehát mágnessel ugye kitenni a hűtőre ezt a dartot, és akkor a lépéseknél rádobni a figurákat, ugye? Tehát mert mondják, hogy a sakkozók azok egyébként nem túl kézügyesek, és akkor így... Hát most kicsit visszafelé megyünk, mert innen indult ki az egész. Ez ugye gyerekeknek való. Nem baj, a csillagok háborúját is visszafele forgatják, semmi baj. Ez végül is... Sőt, Richard Wagner a ringnek bizonyos részeit is utólag, ugye? Ez szimulálja a játékot. Tehát végül is itt a vár, itt a trón, és az nyer, aki ezt hamarabb elfoglalja. Úgy, hogy a másik ne tudja. És itt nem azt mondjuk a
végén, hogy ma hat, pedig hát a másiknak a trónját kell elfoglalni. Az a helyzet, hogy a sakk 2000 éves, ez mondjuk 2 éves, hát kell még egy pár év, de valószínűleg utol fogja érni. Hát elég sok baleset van évente, azért halálos is, de több száz Magyarországon, sőt a világban lehet mondani. A kapufák fölborulnak. Az a lényeg, mindig úgy borul föl, hogy a gyerek ráugrik és hintázik. Tehát így nem döntik el, ha eldöntenik. Ez olyan borzasztó egyszerű, ha ráugrik a gyerek és hintázik, akkor a kapufa nem tud fölborulni, mert így megáll. Az a helyzet, hogy nem vesznek új kapufát, a régiekre tettem azért most egy olyat, amit rá lehet csavarni, és az is abszolút biztonságot nyújt. Szöges drót. Nem. Hogy nem ásszon föl a disznója. Azért, hogy mennyire komoly. Nem. Azt azért egy éve teszteli, szerződéses viszonyban vagyunk vele. Na ez az a szó, ami ki lesz fütyülve. Tehát egy-két ló erőpehet, de ez nem lehet balesetveszélyes? Mit tudom én, nekirúgod a labdát, önönkét álba vágja. Ez nem is, gyakorlatilag ez nem kívül van, talán mert ez középen van benne. Mik ezek a rafinált kockázatok? Ez egy logikai játék, Tilitoli volt a neve, eszembe is vágnak majd igen, belőle. Igen, ebbe a rasterba be kell dugni ezt a pálcikát. Csak lukak vannak, az a lényeg is. Darab. De pillanatilag egy üres kockát nem látott. Kettő van. Itt van. Kettő. Aha, tehát itt mondjuk... Minden kocka mindenhova tolható, egy perc alatt meg lehet találni, hát nem jó nyomult. De lényeg, hogy a tudósokat kell betenni, de azért már említettem neked, ez nem igazán, szóval ez egy hibán, ez még a világon senki nem tett, komolyan mondom, egész biztos, de nem is lehet kitenni. Egy-két ember. Ja, már... hogy nem raktam még senki sem. Nem lehet olyan bonyolult. Volt már az élet, aki levette, de volt. Te már se? Én se, de késsel levették a tetejét. De akkor te most szórakozol az egész világgal? Vagy mi? De most csináltam egy olyat, amit már ki lehet tenni. Mert megmondták, hogy mennyi idő az, amikor jó még, hogy kirakják. Antit úgy ismertem meg, hogy volt ilyen feltalálók fesztiválja, ahol ő ült ezzel a sapkával, ami forgott, és ezt egy hajszarító hát volt ott más is, azért csak a sapkát mindent. Persze, nem. Csak erre csalisztam oda, ez egy reklámsapka, most éppen a Sapp Plusztot reklámozza. Itt ki van egy kis mágnessel, így ki van tárázva, és attól pörög. Ilyen érdekesen, hát... De pörög az ujjadon mindenhol, csak ide kell fűzni. Ideges, ha én csinálom, azt láttad? Tehát hát ha feltalálom. Rossz helyre tetted. Azért bepörgött a kockánál is. Na, vattak, mit tud ez a műszer? Ahhoz, hogy ezt a kuplungot, ami leég, ezt kicserélted, mindig ki kell venni a sebbátor. Így van. Azért ez 3-4 órás munka. Ahhoz, hogy ezt kivett, pont 3-5 percre ajánljuk ki. 3 perc alatt meg tudom neked csinálni. Nem kell kivenni hát a motort. Hát így már én is, ha ki van. Na jó, motorban. Tehát itt marad a sebbátor, marad a motorod, ez a tengelyben megy, de látod? Kiveszed a kuplunk. Isteni. Fel voltam rá készülve, hogy egy hosszú, leíratatlan műszaki magyarázat következik. Én már az pillanat alatt megértettem. Elvesztem a fonalat, de megértettem. Van itt még egy nagyszerű találmány. Ez egy kipufogóra húzható, ugye jól mondom én. Autó kipufogóra rá kell húzni, számzáras. Hú, eltökezni. Az baj? Nem, meg így jó. De milyen profi vagy, ilyen kis kalandelemeket teszel bele, öregem. Mint győzik el. Tehát be lehet állítani, ez egy számzár, rátoljuk a kipufogóra, lezárjuk, és nem lehet az autót eldobni. Ki gondolná, hogy ó, ne az puf, hogy én is szeretek kipufogni. Ugye, itt mi is időként kipufogunk, látom a kérdő tekinteteket, úgyhogy most kimegyünk, rápróbáljuk, és természetesen a desszert kint vár minket a parkolóban, de önök itt a stúdióban követhetik online, egyenesben, Budapestről. Az jó, mikor a Fridi beszél műholdon azzal, aki a Szomszéd utcában lakik, mi? Na! Legyünk! Jó, jó. Parancsolj! Nézzék a tévét! Hogy tudjuk ezt kipróbálni? Hát, hiszem a legalkalmasabb. Ja, ezt ti már ide előkészítettétek, igen? Jó, hát tegyük rá! Sándorom, ennyi a történet. Tegyük rá! És ez pont passzantos is. Na jó, de most azt kérem, hogy akkor próbáljuk beindítani, hogy ez valóban. Hát ez a fizika törvény, de ahhoz kellene a sluszkulcs. És na de hol a sluszkulcs? Hát mert ez nem Mona. Hát beindítjuk. Na ez ki ez a kocsi? Hát az Tistófi. Menjük, én nem. Visszamegy, én megyek vissza a kulcsért. Hát hozzátok a kulcsot, gyerekek. Hát ezt tudjuk, hogy nem neked. De bejönjük ezzel is hogy mi történik. De amikor bejön, akkor... Na, ebben nincs immobilizer? Így nyomta a kezemben, nem tudom, nem hozott hozzá semmit. Én inkább rád bíznám, mert én meg is tudom nyitni. Nem indít, mert lopásgátlóban mit kell betesztelni, nem tudom. Nem baj. Melyiket? Nem baj, ellopjuk. Mi? A kulcson van egy gomb, nyomjuk meg.
hoppá! Nem indul be! Hát ez... Nem! De természetesen, az azért a csoda, ha beindulna. Na jó, én láttam a közönség arcán bent, hogy ezt nem teljesen hiszik el. Hát ez... Hát hogy nem indul el? Na most figyelj! Antikám, gratulálok, és ez nagyon meggyőző. Nagyon meggyőző volt. Jó. Na utána levesszük. Hát jó, de... Na kérem szépen, akkor átmegyünk ide. Jutka, óvatosan vegyétek le. Ehhez az autóhoz, és amíg átsétálunk, addig mondd el nekünk, hogy mit tud ez a drága jószág. Hát mindjárt beleülünk, meghívlak egy körön, megmutatom. Ez azt tudja, hogy egy jéges utat szimulál, mintha jégen mennénk, tehát egy oktató eszköz, de azon belül szabályozható, tehát havas utat is tudunk, mindenféle viszonyt tudunk szabályozni vele. Tehát végül is ez egyrészt játék, másrészt pedig az autós oktatásban tud szimulálni csúszós, akár eső miatt csúszóssá vált, vagy jeges, havas felületet. Mutatom. Inkább... Elmondani nem lehet, ezt inkább érezni kell, ezt az érzést. Azt mondta, hogy azért, hogy pörögjük nagyobbakat, tudod? Aha, ó! Mert itt menni úgyse tudunk, akkor inkább csak pörögjük. Igen, igen. Jó? Mert kicsi a hely. Ó! Erre kért meg, hogy... Jaj! Megállom fölfelé a kamerákat. Mehetünk vissza? Igen. Ez megy oldalt is, lehet? Álljunk meg, én már meggyőző meg volt. Én már eleget szimuláltam. Hú! Köszönjük szépen az anyádit. Sült Antal, köszönjük szépen és gratulálunk. Öreg Bist hírünket a világban. Egy mondatot engedj meg nekem. Sándor barátomnak ezt mondani, nem tudhatod, és azon dolgozok, a másnaposság gyógyszerét találom föl. Oj, de jó! Te tudsz valami? És minden nap gyakorlom, körülbelül két hét múlva meg lesz a szer, és abból küldök ezt neked. Ezt komolyan mondod? Ezen de dolgozom. Most ez nem poén. Ezen dolgozok, csokollak, csak és köszönöm elég sokat kell innom ehhez, mert magamon tesztelem. Nem, hogyha gyakran lenne rá szükségem, de néha ez jót tesz. Ez egy komoly tesz. Dolog, mert nagyon közös... szépen köszönjük, hölgyeim és uraim, Sült Antalnak köszönöm szépen a közreműködést, ennyi volt már a Design Center, a Schoderman-al száma, szokásunkhoz híven a képernyő aján látható. Hölgyeim és uraim, nem sokára átadom a showmesteri széket önöknek, most engem faggathatnak bármilyen témában, élőben, vágatlanul, tabuk nélkül. Sokan várakoznak már a színfalak mögött, mert jön a Schoder nyílt napja, mondható fordított napja. Most a Schoderben játszik, mi pedig azonnal folytatjuk. Keressük Magyarország legrátermettebb szurkolóját. Ha ön vagy közeli ismerőse a legkeményebb, a leglelkesebb, vagy legvadabb foci szurkolónak tartja magát, és úgy érzi rátermettségét, a nyilvánosság előtt is tudná bizonyítani, várjuk jelentkezését az alábbi címeken. 1052 Budapest, Váci utca 15, vagy a szurkolókukac.tvnet.hu e-mail címe. Hölgyeim és uraim, ma este első vendégem egy mindössze 16 esztendős Solpadkerti lány, akire már is büszke lehet az egész ország, hiszen olyan eredményeket ért el saját sportágában, amilyet soha még magyar versenyzőnek nem sikerült elérnie. Hétszeres magyar bajnok, az Ausztrál Open kétszeres ezüstérmese, és most legutóbb a Roland Garros kétszeres junior győztese egyéniben és párosban is, aki nem kisebb céltűzött maga elé, mint hogy Wimbledonban megszerezze az első helyet. Vendégünk az ifjú teniszcsillag, Szávai Ágnes. Neki is lehet nyögni, nem? De komoly, ez komoly tényleg, amit az újságból olvastunk, hogy a nyögést meg fogják tiltani, vagy? Lehet róla szó. Na de hogy lehet? Hát ilyenkor egy-egy ilyen ütésnél, hát egy ilyen végzetes és végletes helyzetbe kerül a teniszező, hát nem hiszem, hogy tudja kontrollálni magát. Szerintem teljes mértékben nem fogják tudni ezt betiltani. Te nyögsz? Biztos. Én is szoktam, nem teniszezés. Közben. Na jó, kérlek szépen, ugye Sótvadkertről indultál, most már Pesten élsz a tenisz miatt. Egész kis 6 évesen kezdted, ugye? Vagy ilyesmi, ugye, mint a már a régi rómaiak is.
Kik a partnereid? Hát, hogyha te vagy a legjobb, akkor az, tehát tudod, vagy erős felnőttekkel játszol? Sokat játszok az edzőmmel, meg fiúkkal általában. Ez jó irány mindenképpen. Ki az edződ, azt lehet tudni? Bocskai József. Mennyit vagy külföldön egy évben? Nagyon sokat. Hát kérlek tisztelettel, ahogy bejöttél, a készfogásodon lehetett érezni, hogy nem szemfelszedőnek tanulsz. Edzel erre, vagy méritek, vagy hogy? Nem edzek rá. De igazából a teniszütőt nem is kell szorítani. Nem? Nem. Írja fel a homlokomra, hogy hülye vagyok? Nem kell. De itt van mindenfajta ilyen műszer. Hát ez... Ez a legkönnyebb. És ezzel azért edzel? Nem. Nem. Soha. Ezt is? Ilyet se használsz? Nem. Nem. Előrelátó szerkesztőnk hozott fűrészport is, mintha nem tudnánk elképzelni. Ez azért csak összefügg a felvetett témával. Hát lehet, hogy izzad a tenyered, vagy nem tudom. Csak ha nővel vagyok, de akkor meg szégyellek magammal vinni fűrészport. De régen milyen praktikus lett volna a moziba, nem? Hogy tudod, hogy ülsz a moziba, és akkor nem mered a kislány kezét megfogni, mert izzad, és akkor... Hát most belemártják popcornba, de az meg zsíros. Ez egy erőmérő, de ezt se használod. Úgy nézel rá, mint péntek a beszélt a Szokor rádióra. Nagyon jó. Jó. Akkor egész spontánul fölteszek egy kérdést. Használsz valamit tenyérizadás ellen? Na, ez a fűrészport legalább egy stimmel, szóval ez van. Nem, nincs. Nincs? Nincs. Ez nem a Psota Irén anyaga? Mit gondolsz Wimbledonról? Van szansz? Nagyon nehéz a mezőny? Mindig kemény a mezőny. Van szansz, persze. Van, miért ne lenne? Van, jó. Hány éve járod a világot egyébként? Talán 10-11 évesen voltam először külföldön. Mondd, és akkor gondolom szüleiddel, nem? Hát, nem. Nem? A edzőbácsival? Nem. Nem. Hát akkor hogy? Hát egy kisgyerek? Hát mit, fogtad és fölültél a Los Angeles-i repülőjáratra? Vagy mit? Nem. Vagy föladtak, mit fragile felirattal és betoltak? Vagy mit? Nem. Néhány gyerek ment, meg úgy emlékszem, hogy egy edző és az egyik kisrácnak az anyukája. A kísérő anyuka. Igen. Igen, hát nálunk apám néha eljött, ő volt Fábri apuka, időként eljött. Mindig eltévedt a kirándulásokon. Pedig hát az lett volna a feladata, hogy összetartsa a gyerekeket. Ez apukának nem sikerült, és általában a Fegyőgyöngye nevezető vendéglőben landolt. És mire a gyerekek megérkeztek, érdekes állapotban volt. Na, mindegy, vidáman. Most ugye rengeteget vagy kint, most kivel? Egyedül nem szoktam lenni soha. Mindig az edzőbácsival. Edzőbácsival? Na jó! Háj, de jó! Háj, de jó! Háj, de jó! Meglepve hallottam, hogy időnként egy csontkovács végig zongoráz rajtad. Erre már én rászorulok, így 50 felett, de hogy neked erre szükséged van, azt nem gondoltam volna. Ez egy kiropraktor. Az. Kiropraktor. Igen. És sérült voltam a hátammal. Ja, úgy. Ezért mindig kiropogtatja így gerincemet. Az mit jelent, ráestél? Na, mert én hátbeteg vagyok, azért érdekel. Tehát most elhagyjuk a drága közönséget. Röntgened van? Mert a hát témában azonnal bele tudok cuppanni. Na, mi történt? Hogy sérültél meg röviden? Vagy ráestél, vagy csigolya, vagy összenyomódott? Nem, semmi. Igazából mindenki azt mondta, hogy ez egyoldalú sport, és hogy az egyik oldalam erősebb. Mint a táska. Ezért javasolták a háti táskát. A két kezes tenisz az a játékot megjavítaná? Tehát az zseniális lenne. Miért nem... Sült úr majd kitalálja. De kettővel, hát sokkal jobb sanszod van, mert vagy ezzel odaütsz, nem? Nem hiszem, hogy abban a korban vagy, amikor az alakodra vigyázni kellene. Kell-e mégis? Szerintem ilyen idős korban a lányoknak mindenkinek figyelnie kell. Hát nálunk is kellett a lányoknak figyelnie ebbe a korba, de nem a... Nem az alak, ugye csak figyelj kislányom, ugye szokták az anyukák mondani, jaj! Hogyan vigyázol magadra, mit eszel, mit nem eszel, mit tiltanak, mit javasolnak? Semmit nem tiltanak, igazából az edzőbácsi szokott figyelmeztetni néha.
Hol van ez az Enzo bácsi? Nincs itt verő véletlenségből? Itt van? Hol van ez a drága ember? Na, jó képű az Enzo bácsi. Amikor külföldön vagy, akkor hogy pótlod a hazai ízeket? Vagy mindenütt feltalálod magad? Egészen jól. Na, én azt javaslom, kérlek szépen, egyrészt olyan eszeszeretben mindig legyen egy kis erős pista. Tehát azzal a legszarabb kaját is elfogadhatóvá lehet tenni. És nálam a kocsiban van vontatókötél, emelő és másfél méter száraz kolbász. Tehát az így fel van rakva, mert kapsz a látos, hogy kicsit rávágsz egy kis száraz kolbászt, és akkor... De mi akkor... repülővel szoktunk menni általában. Tehát... És repülő nem lehet kolbászt vinni? Már az se? Hát, de lehet, hogy nehogy a pilótát... Egy hosszú kolbász... Milyen jó ötlet, Roald Dahl! Ez egy ilyen szuperpempős ötlet. Mi a pilótát egy nagy gyulai kolbásszal? Miért? Egy jó erős gyulai kolbász, az már nuncsakú. Mi is azzal a pilótát? Voltunk egyszer a Tátrába túrázni, és a haverom felesége megbízott minket, hogy vegyünk nédliport. Ezt Szlovákiában minden üzletben lehet kapni, hát kivéve a hegyeket. Tehát így egy-egy kunyhóba így bekopogtattunk, hogy nincs a háznál egy kis knédlipor. Ugye, mert tudtuk, ha reviszünk knédliport, megőrülünk. Na, nem részletezem, sikerült knédliport beszerezni. Elkapott minket egy eső, behúzottunk a hüttébe. Egyszer csak azt látom, hogy a hátizsák így... Úgyhogy akkor találtam ki, hogy milyen jó, mert most ilyen lista van, ugye, hogy mit nem lehet a repülőre fölvinni, neked is vették el már körömollódat, meg nem tudom micsodát, csak madár tudott átmenni a nagykéssel, hogy megfelelő knédliport bevinni, és azba belefullad a pilóta. Tehát meglocsolod a knédliport, és akkor lebénul attól, oda ragasztja a kokpitbe. Térjünk vissza ahhoz, hogy salak vagy fű. Ha vizes a fő, az fociban is rettenetes. Ez nem lehet könnyű teniszben sem. Van-e valami ellenszer, módszer? Ott rögtön letakarják a pályákat, tehát fel vannak készülve, mert nagyon sokat esik az eső, és ahogy elkezd csöpögni, rögtön letakarják az egészet. És akkor ponyván játsztok? Nem. Olyankor esőszünet van. Ez szándékos volt, tehát a Pul Sándortól megkérdeztem, hogy mégis mennyi sárgalapot készít be, tehát drága kedves közösségem, azért már hallott itt egyes-mást, amikor egyszerre sikerült balról előznöm Karda Beátát, Kiszel Tündét és a többieket ezzel a bizonyos kis Pul Sándoros kérdéssel. Na, volt már komolyabb sérülésed? Volt, a hátammal, amit nem mondtam. Találkoztál-e már nagy sztárokkal? Magadon kívül? Mert hát... Találkoztam. Kivel? Igazából látni már szinte mindenkit láttam a nagyok közül. Beszélgetni nem nagyon még, majd ezután. Majd ha megvered őket, akkor már fognak beszélgetni. Már anyád, ilyeneket fognak rögtön mondani. Mi? Hát azért... Jaj. Tehát, hogy így látod őket, az nyilván azért még nem annyi, mintha ismernéd őket, de sokkal több, mint a televízió. Vannak-e kedvenceid, vagy vannak-e kifejezetten talán nem szimpatikus játékosok a számodra? Persze, hogy van. Most jellemed? Kicsit bővebben. Nem, igazából volt egy történetem Venus Williams-szel, aki hát nem volt túl szimpatikus a pályán. Egyszer bejött az öltözőbe, életem első Roland Garros versenyén, és kereste a húrozót. Éppen készült a meccsőre, vagy nem tudom, és úgy hozzám szólt, és hol a húrozó. És ott így... van húrozó? Nem visztek eleve ütőt? De csak vagy az ott húroztattok az utolsó pillanatban? De most komolyan, ott javítják az ütőt, hát nincs csereütő. De van. Akkor miért kell húrozni, sajókám? Mert elszakad a húr. Hát akkor veszel egy másikat, hát nem ott tökölsz vele a versenyen. Hát persze. Aha. Na, és kérdezte, hogy where is the húrozó? Igen. Mi a húrozó angol? Nem tudom, mi a húr. Stringer. Ja, string. Úgy van. Aha, where is the stringer? Így kérdezte ő. Hát valahogy. Tört angolsággal. És nagyon kedves volt, és utána még elkezdtünk beszélgetni, már nem tudom miről, és így ez ilyen pozitív élmény volt. Nincs kedved egy kicsit lábtengózni?
pálya. Azt tudom, hogy minden labdajátékban ügyes vagy, mi minden labdajátékot üzöl még? Hát úgy mindent, amivel... Minden? Persze. És te tengózol is? Több. Vagy inkább gyerek, szoktatok? Szoktunk. Na. Hát nem jó, mert nekem így, hát szóval... Cseréljünk. Ez volt, igen. Én nagyobb pályán csináltam a Szófia utcában, és ezelőtt 30 évvel, tehát nem kéne azért így, tehát egy picit több megértés, szóval ez bennünk magyarokban, ez szörnyű, hogy nem biztatjuk a másikat, és rögtön, igen. Gyere, mert most tűzbe vagyok. Jóha, csőrrel így megtolod, de próbáld a háló fölött. Érted? Wimbledonban a háló fölött kell. Nem fog menni. Hopp. Oh! 4-0, köszönöm szépen. Csókolva, szevasz. Szevasz. És nagyon-nagyon szívből gratulálunk neked, és figyelünk, és drukkolunk, és nagyon örülnénk, hogyha oda tennék Wimbledonba, amit oda kell tenni. Köszönjük szépen, most egy kis TH értéket írtatunk be, azután pedig készüljenek, mert már izgatottan szóval jön ez a fordított nap. És most a Sóder nyílt nap, ahol kő kövön nem marad. A legádázabb ellenségek, a legnagyobb rajongók, a legkényesebb témák. Tabuk nélkül. De állja-e a sarat? Az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Sóder nyílt nap. A reklám után azonnal az RTL Klubon. Keressük az új, innovatív sportágak képviselőit. Ha ön vagy közeli ismerőse egy újszerű sportot, fitness módszert fejlesztett ki vagy gyakorol, és szeretné azt bemutatni az Esti Sóderben, várjuk jelentkezését. Esti Sóder, új sportágak. 1052 Budapest, Váci utca 15. Vagy e-mailen újsportág@tvnet.hu. Sztárok, sztorik, fazonok, különkiadások, botrányhősök, politika, közélet. És a show folytatódik. Tabuk nélkül. Magyarország legnézettebb talkshowja. Vadonatúj részekkel. Az RTL Klubban. Elérkezett az alkalom, hogy immáron ez a szék a kérdező széke, mostantól néhány önként jelentkezett kedves nézőnké, és ezzel fordított napunk kezdetét veszi. Én leülök ide a vallató székbe, és által adom magam az ő kérdéseik záporának. Műsoridőnk véges, így mindenkinek nem tudtunk lehetőséget biztosítani, de jó néhányan itt vannak most korra nemre, lakhelyre és felekezetre való tekintet nélkül. Fontos, hogy mindenkinek jusson idő, ezért arra kérem a kedves közönséget, hogy ha úgy érzik, már eleget hallottak valakit, tehát ez ilyen stand-up comedy-szerűen fog menni, hogyha elég volt a kérdezésből, akkor egy nagy tapssal jelezzék, és tapsoljuk a vendéget egy kicsit tovább, nem el, csak egy kicsit tovább, ugye, tehát a népszava Isten szava. Most pedig következzen a fordított nap. A showmesteri székben először Vator Istvánné, Jolika, Balaton Öszödről. Csókolom, drága. Hogy a fenébe kapna? Dehogy nem. Amiben a lányok a csóktól csak ritkán fáznak áll a csárdás királynőben, mindenki Sándor, kap. Persze. És ha felajánlom a tegezést. Szabad? Tegeződjünk, drágám, igen, meg jó? Is beszéltük. Köszönöm. Mit hoztál nekem? Ezt neked csütöttem szívem, hogyha véletlenül zavarba jön. De én meg senkit nem kínálok semmivel, ugye itt van ez a szép gyümölcstál. Ezt muszáj neked megkóstolni. Megkóstolom, úgyhogy néha, hogy én is szóhoz tudjak jutni, nyugodtan vegyél és egyél. Jó, drágám? Ezt neked csütöttem. Hát nem vagyok egy tündér. De, meg. Abszolút, de. Van-e kérdésed? Hát édesem, rendhagyó. Nem gondolod, hogy túl régóta állsz már azon a magaslaton, mint a nagy showman? Nem szorítanál hát... nekem magad mellett egy kis helyet?
egy rokon vonásunk mindenképpen van, mondjad, hogy a vendég iránt csekély érdeklődést mutatunk, ám magunkról annál többet beszélünk. De én nagyon tanulékony vagyok. Na igen, igen. Tanulékony úgy, vagyok, én állandóan nézem a bocsáss, műsorodat. Bocsáss, mert muszáj erre. Neked nem is adtak vizet? Hát nem adtak, ez szerintem ez az én poharam most, jó, nem a tiéd, jó, drágám. Jó, úgyhogy légyes, ne itt meg előlem, egészségedre. Köszönöm szépen. Nekem egy régi tervem, igen, hét belevaló hölgyel csinálnék egy ilyen heti hetes szerű valami. Igen. Kérdés? Hát továbbra is, még mindig. Mar, jó, hát és ezt, hogy ez esetleg ebbe majd kipróbálnál. Igen. Jó? Ebbe kipróbálnál. Én akkor nem is rabolnám a drága szabadidődet. Köszönjük szépen, és már is itt van Killényi Márk úr, aki tanuló, 11 esztendős, szervusz Márk, foglalj helyet. Tegeződünk. Én magázzalak? Hát nem. Igen. Ja, de ezt nagyon udvariasan megkérdezted, köszönöm. Felajánlom a tegeződést, igen. Köszi. Van gyereked? Hát, nincs. Alját van a kutya? Nem. Na, ez egy nem váratlan kérdés. Kérem szépen, ezt Márai Sándor nagyon szépen megírja, akinek Csutora című regényét, amely éppen egy kutyáról szól, a figyelmedbe ajánlok. A nem kutyás azt hiszi, hogy a kutya az emberektől veszi el a szeretetet. Ez pont nem így van, a kutya szeretni tanít. A kutyások még megállnak ügyevesét a közben, és akkor marad idő a kutya tulajdonos társakkal való beszélgetésre, és ez egy pompázatos dolog, úgyhogy ha nincs kutyád, legyen. Hát egy madárpókot szeretnék. Mi a jó a madárpókban? Hogy two in one, hogy madár is, meg pók is? Nem azért nem. Hát én rettegek a pókoktól, ezért szerintem, hogyha együtt élek egy pókkal, akkor már nem fogok tőle. Ó, tehát ez ilyen terápikus bátorság próba. Igen. Sokan így élnek a feleségükkel. Köszönjük szépen! Nem a szöveg, szia! Ricsi, 34 éves televíziós szerkesztő Budapestről. Isten hozott, szervusz, foglalj helyet! Hol szerkeszt? Ja, pardon! A magyarországi melegeknek az első honlapjának vagyok a főszerkesztője, ez a g.hu néve. G.hu. Buziknak. Igen, így van. Igen. Én kérni jöttem. Mindenki azt gondolta, hogy akkor majd most azt gondolom, hogy nem. Tehát, ha van ember, aki nagyon jól tud humorizálni, akkor az te vagy, Sándor, ha szabad tegeznem téged. Igen. Köszönöm szépen. Zavarba hozol. Nincs miért. Nincs miért. Hogy mint humorista, hogyha egyszer már írna valaki egy jó humoros poént, ami a melegekről szól. Emlékszel, ha valaki, kérlek akkor szépen, te tudod, hogy a zsébvitamin annak idején mennyire vitte előre a társadalmat. Abszolút, én ezzel teljes nevetni. Mértékben egyetértek. Nincsenek jó ízű tréfák. Abszolút igazad van, ezért készült például a cigánysó annak idején. Így van. Úgyhogy bár eljutnánk oda, hogy és ebben segíts, akkor ezt én mondom, hogy akár csináljunk egy ilyet. Nagyon szívesen. De én ezt lehessen... ugyanolyan álságos dolognak tartom ezt a melegezést, mint a romázást. Pontosan. Ha Arad Jánosnak jó volt az, hogy cigány, a buzi egy kicsit a humoros, az ne bántó. Ugye, amíg teszel elé egy jelzőt, ott már az lehet necces. Tehát én ezt nem érzem. Én ezt nem érzem ilyennek, és kész. Én a magam részéről ebben abszolút partner lennék, egy kis travisóval. Nagyon szépen köszönöm. Uram, szevasz. Szaladószó, Szörnyigetől. Jó estét, Sándor. Csókolom, drága. Ugye, az előbb, ha nem adok puszit, akkor gáz van. Ugye, tehát... Na, hallgatom. Tegeződjünk, szerintem megkönnyíti. Igen. Szia. Elmúltál már annyi, amennyi. Hogy nem sikerült még családot alapítani? Hát, mert én ezt nagyon átgondolom. Nem kapkodom el! Pedig hát egy kisgyerek az a testi funkcióknak a tárháza, és hát itt ugye tudjuk, hogy elég sűrűn ezek a testi funkciók. De először ott kezdődik, tehát a pisi kaki történetek mindenféle verzióban, az mindenféle formában. A soros WC-kefénél jobb gyerekjáték a világon nincs. Tehát lehet venni legót, meg Isten haragját, meg összerakom, de kiragadni a soros WC-kefét és rohanni a négyszobás lakásba körbe, és kardozni, annál jobb a világon nincsen. Te magad ezt abszolváltad? Hát ezt nem.
De sok minden mást, ugye? Testi funkciókról akkor már annyi elég volt, és megvolt a mai adag. Nézze, hát a pisilésről is beszélhetünk, egy szavába kerül. A csajozásról, csajozásról szeretnék még hallani. Kérem szépen, ha azt gondolják, hogy az embernek rengeteg, rengeteg ajánlatot kap, és ilyesmi. Nem! Nem, hát ezzel a külsővel mondja, látom a tekintetét. Na mindegy, szóval ez részén nincs így. Na, még tudok ehhez egy komoly jobb mondatot hozzáfűzni? Nem, tudok ehhez még egy mondatot, hogy van-e balról jobbról gyerek? Nincs, vagy nem tudunk róla. Vagy nem vállaljuk. Nem, nincs ilyen, nincs. Mert nem, hát nem. Már elég idős ahhoz, hogy... Drágám, minden rendben van, örülök, hogy aggódik értem. Korda Gyurinál előkerüljön egy... Szárazon tartjuk a poskaport, mint Oliver Cromwell, úgyhogy ilyesmi aggodalom nincs. Azért mégiscsak szeretném megkérdezni, hogy most ismert, és azért Magyarországon bárhova megy, én úgy gondolom, hogy megismerik. Meg? Most. Anyádba tévébe szórakozom. Most hogyan zajlik a csajozás tekintve, hogy még a Nincs csajozás, mert én azért éli. Nagyjából elkeltnek vagyok mondható, ha nem is a szónak adminisztratív értelmében. Úgyhogy én lelki-szellemi közösségben élek valakivel, aki nem fiú. Legyen elég ennyi. De nem engedte még meg, hogy beköltözzön a hölgy a rezidenciára. Hosszú, tehát zöld kártyája van már. Zöld kártyája. Köszönjük szépen. Puszi. És most következik Ciki, 35 éves rockzenész Nyírvadáról. Ez a tiéd? Szevasz! Igen! Hello. Isten hozott! Ilyen karcsú embereknek való, legalább most jól érzed magad, hogy... Ja? Hogy persze, ebben a karfában te nem férsz bele? Nem, persze, abban nem férek bele, azért mondom, hogy most jól érzed magad, hogy egy kicsit legalább te is férfiasabban fentem. Van egy kérdésem. Bocsáss meg, előtte hogy... én, hogy ez a megjelenés nálad a nem, minden most nap... Nem, most én beszélek, te vagy a vendég, én vagyok a... Jó, igen, bocsánat. Parancsolj, egészségedre kívánom. Ne, abszolút. Ez az én udvariatlanságom, sőt, van gyümölcs is. Nincs is érte. Kérdezem a szervezőket, hogy a 40 vendégnek egy bögre? Tehát, mert... Miért van az, hogy meghívsz valakit, és folyamatosan te beszélsz helyette? Én erre részben rájöttem, nem, hanem az én drága, kedves Kristóf producerem, ő úgy vágja, hogy belőlem legyen több. És ezért szüntettem be a ronda szavakat, hogy egy ilyen 3-4 órás felvételen az az egy-két lófasz az eloszlott, mint a mazsola a kalácsba. Nem volt azzal a probléma. Na most ő meg minden lófasz benne hagy. És akkor attól egy kicsit ilyen gejl időként a műsor, tehát ezért a lófasz például kiiktatom. És azt megmondod, hogy mikor szüntetted be, mert nem vettük még észre. Te mindig belecsúszom, a szándék az egy olyan fél éves körülbelül. A lófasz az felénk lófasz. Csak azért, hogy értse igen, a mi környékünk. Ja, értem. Mondják. Ugye már Nyíregyházán pedig Saustau. Tyukodi fiatalember bement az üzletbe, és azt mondta, hogy csokkolom, van Sau? Azt mondja, fiam, show. Hát azt mondom, Sau. Fiam, tanuld meg, és akkor gyere Sauér. Elmegy, viszont csokkolom, van show. Így jau. Roppant sok közös van benned, meg a Kiszel tündében. Mondjuk az opera iránti rajongásra gondolsz? Nem. Az ego, a folyamatos dumálás, és hogy addig dumáltok, amíg nem habzik. Aztán csak te néha meg is lenyalod róla. A tünde az nem. Neki jön. Hát ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Nézd meg egyszer az adást, és mert lehet, hogy... Jó, hát ez lehet, hogy egy ilyen... Párhuzamos életrajzot iratunk majd, ugye, mint amelyeket Plutarkosz írt, ugye? Donatella. Kiszel Tünde és Sándor. Donatella és? Van lányod? Nincs. Csinálj. Vagy nincs feleséged? Hát kérlek szépen, ez most már küszöbön áll. Vagy problémás? Nem. Bré rendben van, nem. Igen. Bré rendben van, hiába nem. Abszolút rendben van, kérlek szépen, sőt... tehát nincs. Nem a méret a fontos, a konzisztencia. Én ezt tudom. Ezek a csíkfaszúak mindig arról beszélnek, ugye? Hát szóval... Most kik az, ezek... Igen. Rámutatta? Hát így egész egyszerűen. Megyek ki a köves útra ebből a lendületből? Na, szóval... Megint szóval meleg van ilyesmi, a stúdióban. Hogy Kiszel Tündével esetleg akkor egy ilyen párhuzamos életrajzot azt majd lehetne. Utunk a showbizniszbe, Havas Henrik meg is iratná valamelyik tanítványával. Köszönjük szépen! Ölellek, szevasz! Hello, szia! Köszönjük! Marró Dóra! We'll be right back.
kezedet. Szép neved van. Varró Dóra, tessék parancsolni. Ja. Mi volt a legkínosabb szituáció, amit átéltél valaha? Hát sajnos ez sok volt, bár drága apám mindig azt mondta, hogy két kínos dolog van, az impotencia és a pénztelenség. Egész röviden, igen. Hát az egyik fellépésemhez kapcsolódik. Igen. Ez Szeged városában történt, ez az olajszőkítésnek a csúcs ideje volt, ahol a vendégkör egy része az olajszőkítőkből állt, és akinek két helikoptere volt, az úgy beszélt az egy helikopteressel, mint a kutyájával. 30 percet töltöttem ide a recski kőfejtőbe, gyakorlatilag visszajelzésmentesen. Tehát egy poén nem volt, ott küzdöttem, mint akásztörzs a homokon. Amikor egyszer csak egy ilyen viszkis így fölemelkedik, és azt mondja, na most már mondjál valami szellemeset. Na ez volt az a pillanat, hogy én rögtön beugrom a Tiszába, megkeresem Attila 3-as érckoporsóját, lecsurgom a Dunáig, és a Dunán fölúszom leányfalusi fatornyos hazámig, és kijövök úszóhártyákkal az ujjam között, mint Hanyi Kristóf a lápi ember, és azon túl lápi ember leszek. Tehát soha többet nem fogok szerepelni. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Németh József úr következik Gyöngyösről, aki kényszervállalkozó. Isten hozott. Üdvözlök, kedves Sándor. Szevasz, tisztelet, parancsol. Nem tudom, melyikünk kezén ízlod jobban. Enyém abszolút enyém. Nem. Nem tudom, melyikünk kezén ízlod jobban. Nekem a kicsit, de... De nem. Na, jó. Gyöngyösről jöttem, és nagyon sokan érdeklődnek irántad. Elsősorban afelül, hogy nős vagy-e, és mi a helyzet a hölgyekkel. Adjunk még Józsefnek egy esélyt, jó? Én kérem, jó? Valamikor mi régen találkoztunk... Elnézést. Milyen telefonod van? Mi a kérdés, drága József? Mi járatban voltál Gyöngyös felé? Köszönjük szépen! Szevasz, szevasz! Marha érdekes, hogy valami veri a combomat, és mondom, hát nem hoztam el az aladár kutyámat. Csókolom egy kis türelet! Sándor Istvánné, pásztorról, kezdj csókolom! Tiszteletem! Tessék helyet foglalni! Tiszteletem, Fábio! Csókolom, drága! Köszönöm, hogy Palot, együtt! Köszönöm, hogy együtt! Vagyok. Ez az. Mielőtt hozzáfognék a riporthoz, igennel vagy nemmel válaszolhat nyugodtan, úgy gondolja, hogy nem kell hozzá a kommentár. Fölösleges a sok szó, tehát minél előbb haladjunk, mert sok a kérdése, mindig nagyon... Alakul ez a heti hetes műsor. Úri nő voltam, mert sokat kivettem, hogy két nem apjuk az időt. Két ilyen öreg lányal beülnék a beszarnák. Szokott játszani valamivel, magával hordja-e, vagy esetleg nagy darab, vagy nagy darab és akkor hagyja. Hát itt a kérdés annyira komplex. Szoktam-e játszani valamivel? Igen. Magammal hordom, vagy otthon? Ezt tudja jönni, direkt hoztam. Ez egy lövedék. Hogy... Igen? Akkor a kezébe adom, és tessék megnézni, mi ez. Ezt nem adom magának. Nem ráz? Nem. De valami gusztustalanság? Sokkal... Nem, kérem, csak megnézheti. Jaj, de szép. Hát ez egy töltényhüvelyből készített öngyújtó. Igen. Első világháborús. Igen. Szép formája van. Na, ilyenekkel hát is... nem az, amire gondol. Nem, én... A pesti hölgyek is arra szoktak gondolni. Nem tudom, a pesti hölgyek mire gondolnak, mert én vidéken lakom, és nem vagyok hölgy. Igen? És nem vagyok tájékozott a pesti hölgyek gondolatvilágát, illetően voltak olyan idők, amikor tájékozottnak számítottam, de ez már a múlté. Tessék mondani, játszik-e valami hangszeren? Fésű sejjen papír. Örülök neki, erre még visszatérünk a végén. De, hogyha egy komoly kommentár fűszedek hozzá, az nagyon bánom, hogy nem tanultam zenét. Jaj, csókoltatom. Mert az egy nagyon rossz szemlélet, hogy még apám is, aki jól zongorázott, azt mondta, hát úgyse, izé, és akkor nem. Visszatérek. És pedig zenét, aki tanul, az másként érti a zenét. Visszatérek, drága. És édes gyerekem, visszatérek. A viszonya a muzsikához. Mire és kire allergiás. Én mindenkit. Mire és kire allergiás? Mire és kire vagyok allergiás? Aki átnéz rajtam és nem köszön, azt például nagyon utálom. Tehát vannak ilyen szelektív köszönők, igen. Akik időként köszönnek, és utána meg ezeknek így beszoktam szólni, hogy szevasz, tavasz. Mi volt ön előző életében reinkarnáció hát idejére, tudja? Nem nagyon hiszek ebben. De én megmondom, ön pintyőke volt, gyönyörűen énekelt és kislány volt. Tessék csak figyelni, fütyülni tud, igen. Például.
Hogy csalja a párját a kis madár, tessék csak figyelni. Hogy csalja a párját? És akkor én most pintőke voltam? Jó. Pintőke voltam. Most tessék figyelni, Fabio. Figyelem. Kedves nézőnk, most pedig vége a műsorunknak. Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit, de megtalálhatnak a weblapunkon. Ilyen és ilyen számot, pont. Kezeket a paplan fölé, ne igyenek mosott gyümölcslevet, de azt tessék megmondani, hogy a mosott gyümölcslevet, hogy az Istenben mosatlan. Lehet... A mosatlan gyümölcslevet, hogy lehet még jobban hígítani, mikor úgyis tiszta víz a másik. Az a szerencsétlen öregember... De itt most már egy fogyasztóvédelmi rovatban vagyunk, csokolom. 30 fokos! Télen 30 fokos hidegbe, a Dunna alatt, nem mindenki paplannal takarózik. Nem. Az öreg ember, ha kiteszi a kezét a Dunna fölé, az öreg asszony úgy rúgja oldalba, hogy kirepül mellőle. Miért? A hidegbe, ha beengedi a Dunna alatt. Igen. Hát ez a relatív örömök, ugye? A Morickát kérdezi a papája, hogy Moritz, meg akarsz valami jót? Igen. Szóval igen, dugd ki a lábadat a Dunna alól, mikor behúzod, milyen jó. Egy perc alatt megtanítom Fábri urat. Hangszerre. Jó. Itt, jó? Jó. Hát... Akkor tessék figyelni. Ezt igen. Egy, eljátszok egy gyermekdarocskát. Na tessék. És... De mind, karkötőn? Nem. Csak már láttam, hogy tetszik, hogy... Kérem szépen, ezzel gúnyoltuk ki a citeratáborba Pribojszki Mátyást, azt mondja, ó, de illetlen hangok. De ez egy hangszer. Nagyon jó, ez meg. Köszönjük szépen! Lusika, 8 éves tanuló következik, aki kanadai állampolgár. Foglalj helyet! Pogácsát ettél már életedbe? Nem. Igen. Na, hol? Nem tudom. Kanadában? Kanadában is. Kanadában nincs is pogácsa. Ide jössz és már rögtön itt kormozol. Na, tessék parancsolni. Csak viccel. Amikor kicsi volt az iskolában, hányas volt a maga tartása? Hát volt úgy, hogy hármas. Egy nagyon kedves tanárnőnk volt. A lényeg a lényegű, a következőt írta be nekem, hogy kérjük, ha lehetséges, a kis Sanyika ne hozzon konyhakést az iskolába. Ő nem tudta, hogy nekem 7 darab késem volt. Tehát ő a többit nem fedezte föl, tehát gyakorlatilag a Taxi Driverben Robert De Niro az ipari tanuló ahhoz képest, ahogy mi jártunk. Ha érdekel, akkor ezt megmutatom neked. Kérlek szépen, itt van egy sem, ez most is látható, nézd meg. Igen. Ide egy kést dobtak be nekem. A pincébe Tibi barátommal indiánosdit játszottunk, és dobáltuk a baltát. Tehát ez csoda, hogy én egyáltalában itt vagyok. És ő a bicska, ide, nézd meg, itt a Bibi. Na, hát szóval gazdag gyerekkorunk volt, nem volt internet, tudod, jobban ráértünk. Hány intője volt? Sok. De volt egy barátom, Ignéci Péter, aki teljesen véletlenül szintén Leányfalun lakik, nem találkoztunk 30 évig. Neki annyi intője volt, hogy nem fért be az ellenőrzőbe, neki egy határőr naplója volt. Nem viccelek, így össze kellett kötözni az ellenőrzőket, és Ignéciét mindig meg lehetett látni. Az be volt számozva, és le volt pecsételve minden oldal. Hát akkor, vagy van még kérdésed? Nem akarunk. Azt hiszem, hogy megköszönjük, jó? Na hát szervusz, és nagyon örülünk, hogy itt voltál. Szia! Es Szabó István következik, Kunszent Miklósról, rádió szerkesztő. Jó estét kívánok! Szervusz, István hozott! Szervusz, István hozott! Parancsolj! Tegezetet? Hogyne! Én egy egyórás beszélgetésre készültem. Nagyszerű, lehet másfél is. Hol kezdődött a te pályafutásod? Hol születtél? Budapesten. Szüleid? Apám, anyám. Nem is hittem volna, hogy apa meg anya volt. Milyen volt a gyerekkorod? Hogyan lesz jó. Bővebben? Tényleg jó. Tényleg jó? Rossz kölök voltál? Te loptál valamit? Hajaj! Én dinnyét és gomfocit, te? Én Bécsbe az unokatestvéremtől elloptam egy matchboxot. Tudnak róla? Nem, ez volt a gáz, vissza kellett megvinni. Ki volt a szigorúbb? Szörnyű volt. Ki volt a szigorúbb, apád vagy anyád? Mikor, miben? A mutter egyszer földre is vitt dohányzásért.
Tényleg. Akkor hány éves volt, amikor dohányoztál? Hát 11, utána már nem találtam benne fantáziát. Anyád miatt? Nem, hát akkor az már nem poén, már mindenki dohányzik, érted? Mi volt neked a becene? 9 évesen azért sportcigével az rengeteg beceneben volt. Amit utáltál. Tádé, Beredek, Gerő, Jakab, Jakabka, Ragyák. Miért volt a Jakab? Anyám az habotta. Ő ragaszgatta rád? Azonnal a név adásban ő verhetetlen volt. Van tesód? Apámat Jóskának hívta. Nem. Apámmal egy évekig játszottunk egy játékot, hogy én voltam Feri és ő Jóska, és mi szakik vagyunk, és mentünk különböző munkákra szerelni. És egyszer csak apámnak vidéki tárgyalása volt, és anyámnak küldött egy táviratot, hogy este érkezem, sör legyen Jóska. És ezt elolvasta Bertuska, a V-kisasszony, postás kisasszony, és hát azt hitte, hogy itt a szép Fábrinél most megy a málnásba erősen. Sok haverod volt? Igen, komoly büszkeséggel. Találkoztok? Nem annyit, mint szeretnénk, de fél évente legalább. Hol? Kocsmába? Vagy nem, telefon ott figyelünk már nyilvános helyen leittasodni. Úgyhogy ezt ambulánssal oldjuk meg otthon. Ifjúparkba jártam, vagy nem jártunk semmi nem? Ilyen helyre, mert az apám egy ilyen angol száz típusú individualista volt. Nem engedett? És ezt engedett volna, de ő olyan mintákat tett elém, hogy nem mi is kívánkoztunk. Mi volt este a határidő? Mire kellett hazamenned? 10-11? Hát középiskolában már nem volt ilyen. Hát azt emlékszem, drága Binder Gyuri barátommal, így másnaposan álltunk a reggel 8 órás misén, és egymást támogattuk. Gyuri egyszer 7-kor próbált hazaosonni, és találkozott a nagypapájával. Mondod... És azt mondja, mi van Gyuri, csak sétálok egyet. Mondod a... Amúgy... Vége? Azt hiszem, igen. Hát tartsuk valami arányokat, hát az élet elég hosszú volt. Jó, ölellek, jó volt vele, szervusz! Dombóvár István úr következik Jászkara Jenőről, aki tanuló, 27 éves, hát... Isten hozott, kedves István, mibe sikerült elmélyedni, hogy még 27 évesen is tanulsz? Rádobtad még a teológiát? Vagy? Gyakorlatilag egyfolytában mélyülök. A nő témát már eléggé kivesézték, úgyhogy nem is de fogalmazza. Ha rátérsz a fiú témára, eltöröm a kezed. Nem. Hát téged is, meg magamat is ismerve, dacolva hát, a trenddel. Én téged még nem ismerlek. Hát akkor... Értek itt a mai napon minket különböző meglepetéssel. Igen, de ezt a bizalmat megelőlegezheted, remélhetőleg. Igen? Szóval dacolva a trenddel, meg az uniós lehetőségekkel, mind a ketten a lányokat szeretjük. Ma már igen, kicsit igen, talán... szinte kisebbségben. Hát már úgy... Rocker Zsolti mondta, hogy hetero vagyok, bevallom, szégyellem, de... Ez a, igen, ez jó. Tulajdonképpen, hát igen, plagizáltam, igen? De hát tőled, meg jó humoristáktól sose árt egy kicsit lopni. Mint Rocker Zsolti? Nem, hát azért mondtam, hogy tőled. Ez jó poén, abszolút. Ugye mindannyian az eszményi nőt keresjük, de egyedül még eddig csak Heilig Gábornak sikerült megtalálnia. Így van. De hát ugye most már lassan... Nem akarsz kiállni, mert nem. Ebből még egy műsor is lehet. Szeretnék, na, igen. Na, gyere le a godóba, most komolyan. Ádám óta tudjuk, hogy mennyire fontos a nő, bár sokan azt mondják, hogy Ádám a bordájából jobb lett volna, hogyha inkább egy jó oldalas csinál hagymában. De kőműves kelemen óta tudjuk, hogy asszony kell a házhoz. Épp ezért szeretném megkérdezni, akkor egy más... Möbius láncot csavarok a kérdésen, igen. Hogy mik azok az értékek, amit te egy nőben fontosnak tartasz, mondjuk vegyük az alapnőt. Mondok egy nagyon egyik végén, bocsáss, csak hogy tudjuk, csak hogy el tud helyezni, szabad ne feled. Egyik oldalon áll mondjuk a kendős, otthonkás 28-as kerékpárra közlekedő hölgy, a másik végén a skálának pedig a trendy, TikTokon és light kólán élő lány, aki a születési helyének a plázát jelöli meg. Tehát ez a két végpont van, és tedd be valahova is. A nőknek van egy csodálatos képességük, amivel ugye mi nem rendelkezünk, tehát ez már önmagában egy nagyszerű dolog. Ők motiválják a dolgokat, ők csinálják igazából, tehát miközben az üresfejű férfiak azt hiszik, hogy ők csinálják a világot, nem ők csinálják. Ezek azt hiszem, hogy vitathatatlan és fontos női értékek. Azért a mai kornak is megvannak a maga Lucrécia Borgiai, csak most már nem mérget keverik, hanem azt a bizonyos cuccot, amit témának vagy akárhogy is jelölhetünk. Tudom, hogy mennyire kirázt téged a hideg az anglomániától, hogy a nyelvünkben a módszerváltásodat beférkezett. Hát én csak a keverésétől. Hát ha az lenne az anglománia, hogy végre Lampert Mónika is megtanuljon angolul, akkor én ennek nagy híve lennék. Volt a Szentendrei úton egy ilyen, ami nagyon egyszerűnek tűnik, papír shop. Mondtam, anyádba, ápész. Hát én a névadásban is legyenek már megint Marik, Julik, már mindenki, Janet, meg Jennifer, már a tököm tele van. Carmen. Legyen Mari, Lajcsi, Juli, Carmenka. Carmenka. Jó.
Nem rabolom tovább az időt. Na, hát lássuk a Godóba, gyere el! Köszönöm, majd megbeszéljük szépen a részleteket. Köszönjük szépen! És következik Tunde Komolafe, nigériai táncos. Azt kérdezed, hogy pénzt vagy életet, életet. Szervusz Isten, az a tényleg. Hát ezt egy kicsit meglepődtem. Ott láttam ki ezt a pajzsot, hát mondom, valami másik műsorban ott hagyta a kelléket, mert olyan jól elbújtattak téged. Tudsz magyarul, ugye? Tehát... Igen. Igen. Parancsolj. Bár nekem is lennének kérdései. Jó. Okay. Ez a kérdésem. Van feleséged? Kérlek szépen, mondhatjuk, hogy igen. Van. Afrikában lehet három feleség is. Hát az én koromban és vérnyomás helyzetemet figyelembe véve, lehet, hogy leégne a szénkefe. Úgyhogy nem biztos, hogy kellene. Te igazi férfi vagy? Ugye erre, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor kisítő vagy. Ha azt mondod, hogy igen, akkor nagyképű vagy, tudod? Tehát ez mint a, ismered a Székely, mikor elmegy kaszát kérni. Pontosan, igen. Hát szóval nincs rá jó válasz. Nincs rá jó válasz, na, tudod? Azért közlem tőled, hogy a igazi férfi vagy, vagy nem, hogy a Afrikában úgy van, hogy mikor már ilyen 16 éves vagy, már lehet feleség. Igen? Talában ilyenkor elmegyünk a erdőbe vadászni. És majd foglalod tanítani ilyen afrikai vadásztánc. Megbeszéltük, de azért hadd kérdezzek két mondatot, hogy mióta élsz nálunk, és mi a, egy gondolom nem vadászol azért a pilisben ebben az ordátusban, már ki tudja? Nem. Igen? 1989 jöttem Magyarországon, pont... 69? Nem, 89. Igen, már pont mondom. Pont rendszerváltás. Igen, jöttem. Igen. A feleséged van? Van. Magyar? Magyar. Ő is tud vadásztáncot? Nem. Na akkor neki, ja, csak férfiak táncolhatják. Igen, jól van, hülyeséget tudtam, jól van. Nagyon jó. Ilyen papucsom nekem is van, csak szőr nélkül. Ez az. Hogy eljöttél. Szevasz! Köszönjük szépen! Tunde Komolafát láttuk! Kérem tisztelettel Danka Krisztina következik, aki Somogy Vámosról érkezett. Szerintem valahol találkoztunk már a városban, vagy erre-arra, aki mint öltözete és különböző testi elei mutatják a Krisna tudatú hívők közösségének keretében kapálja a zsöndicét. A keleti kultúráknak az a lényege, hogy önmegtartóztatás. Mi a vélemény az önmegtartóztatásról? Hát az jó dolog. És hogy Sándor maga él ezzel a folyamat, ezzel a lelki folyamattal? Mindenki él, drágám. Hát a hetedik nap az arra való, hogy ne dolgozzál. A bőt az arra való, hogy a szervezetedet egy kicsit összeszedjed. Felismeri-e, hogy mi lehet ez? Ez egy igen. Olyan tárgy, ami az ön legfontosabb munkaeszközéhez kapcsolható. Ne vicceljen! Ilyen. És az vajon mire szolgál? Nem tudom. De nagyon jól áll. Így kell, mert ez? Azt is próbáltuk kiskorunkban, de nyelvünkkel megnyeljük az orrunkkal. Ment? Erre nagyon sok időt fordítottam annak ide. Nem tudom, mi ez. Ez arra szolgál, hogy a nyelvet időnként tisztítani kell, mert ez sok méreganyag oda gyűjt. De drága, ez nekem időnként nézem magam a sóderbe, hogy megint milyen ronda lepcses a nyelvem. Köszönöm. De ennek szimbolikus értelme is van. Említette, hogy most már túl... Ennél az augusztustalanabb, aki a fülzsírt megnézi. Vagy van ez, aki így gondolkozik, és nem is tudja csak. És hirtelen így... Jó, tudom, tehát ne, de én úgy gondolom, hogy ennek van konkrét értelme is, de hát akkor az előbb jól használtam. Igen, és ennek az elvont értelme... Az elvont értelme, hogy ne beszéljünk csúnyán. Mi az ön életének az értelme? Hát, hogy a történeteket majd valaki mesélje tovább. Akkor ehhez kívánok sok sikert!
Köszönöm szépen, és örülök, kedvük csókolom. Ezt megtartatom, ezt tényleg a lehetőség. Köszönöm szépen. Önök a Schröder négy napját látták, de feltétlenül maradjanak továbbra is velünk, mert nem sokára folytatjuk Badár Sándor úrral. Keressük Magyarország legfittebb szupernagyját. Ha ön vagy közeli ismerőse nagymama korban van, és korát meghazudtolva képes a legkülönfélébb sportfeladatokra, várjuk fényképes jelentkezését az alábbi címeken. 1052 Budapest, Váci utca 15, vagy a supernagyi@tvnet.hu e-mail címen. Hölgyeim és uraim, Badár Sándor! Hölgyeim és uraim, ez a Schröder Klub, ahol egy estére bárkiből lehet sztár. Fogadják szeretettel Badár Sándort! Jó estét kívánok önöknek! Egy kicsit zavarban vagyok mégis, mert hát... Ahogy látlak, azt... nagyon, de ezt sökörjük el rögtön. Hát igen, mert a sört azt te ittad, nem én. Egy kort sört ittam, hát Istenem! Ezt mondjuk a rendőrnek is. Részt vettem egy ilyen kollektív elvonókúrán. Egy showman-nel voltam Amerikában. Egy hónapig. Hát nem tudtunk meginni egy normális pohár italt. Kettő dolgot nem írt meg az újság, ami történt velünk, és ez tényleg sztori, úgy érzem. Elmentem az egyik ilyen amerikai városba megnézni a Star Wars-nak ezt a legújabb epizódját, de már rögtön komplikációk adottak, mert ugye én nem tudok angolul, én kríkül beszélek, ez egy ilyen keverék indián nyelv, egy kis lovárit is beleszoktam csempészni, és azt tudtam felfogni az egészből, hogy borzasztó háborúk dúltak. De most már nincsen benne olyan, hogy piros meg zöld lézerrel lőnek egymást, ezek már lőnek mindennel, és amerre arca állnak, arra lőnek, azt meg tudtam állapítani, és nem jött a Darth Vader egész idő alatt, tehát egyszerűen nem tudtam, hogy ki itt a sötét oldal, és egyedül éreztem magam ebbe a moziba. Annyit tudtam feldolgozni, hogy $7 került a mozi, és én külföldön minden drágának találok, és mondom, legalább elmegyek vécére, mert a $7-as vécére még úgyse voltam, főleg Amerikában. És így próbáltam összeszedni a gondolataimat, így megyek ki a vécéből, amikor hallom a hátam mögött, hogy... Hátrafordulok, semmi, nem lehet. Lépek egyet, mondom, utolér a végzet engem, és hátrafordulok, semmi. És mikor harmadszor léptem, akkor cselből hátrafordultam, és akkor látom meg, hogy egy ilyen kis 7 éves kis kölyök jön utánam, egy ekkora kólás doboz, hogy... Lenyomtam neki 2 popont a biztonság kedvéért, mert hát ne velem szórakozom még akkor is, hogyha Darth Vadernek érzi magát. És elkoboztam tőle, mert úgy gondoltam, hogy ebből itthon az én fiamnak egy aduász lesz az iskolába, mert ezért legalább 70 féle valamit fog kapni a többiektől, azért, hogy megsimogathatják a dobozt, és ő meg, a gyerek meg szaladt a 4 év anyjához, hogy a bácsi megütötte, én megmondtam, hogy hát ilyen fiatal gyerek, és már hazudik, hát pedig hát Amerikában ugye nagyon jól tudjuk, hogy ilyet nem szabad csinálni, a showman is fölhívta a figyelmemet, hogy nőre nem szabad ránézni, aztán képségre rájöttünk, hogy kár is, tehát hogy teljesen fölösleges. Mert Amerikában már 30 évvel ezelőtt megoldották. Igen, mert Amerikában 30 évvel ezelőtt megoldották a Star Wars kérdést, mert ott csak droidok élnek. Tehát tényleg, csak 3 betűs szavakba tudnak gondolkozni, tehát fat, big, ilyeneket tudnak. A kajába is, meg saját magukba is, és hát a nők azok csak idáig nők, tehát úgy érzi az ember, hogy egy irodában egy európai arcú nővel van dolga, de amikor fölemelkedik, akkor egy ilyen piramis követi, és valószínűleg kerekeken gurul, és hát innen beszél. Amikor elmentünk a Yukon patakhoz, ugye aranyláz onnan indult ki, mindenki teljesen át volt szellemülve, én izgalmamba készítettem 1800 fotót. A többiek azok teljesen beleérték magukat, és elkezdtek aranyat mosni. És idáig benne voltak a patakba. Volt, aki bele is fagyott, mert egyébként borzasztóan hideg volt a patak. Akkor látom, mit csináltak ti? Azt mondják, aranyat mosunk. De már 6 óra hosszája mosták az aranyat. És én még belenézek a patakba, oda, hogy ez mi az ez itt? És kiemeltem a vízből egy olyan fuchsra való aranyat, körülbelül.
A többiek azt mondták, hogy mindenféle ebédmeghívás megvan bomba innentől kezdve. Mert hát nekik már akkor nem volt lábuk, tehát... A sanyarú gyerekkorról szeretnék beszélni. Akármennyire úgy tűnik, hogy itt egy emberformájú lény van, én világéletemben, tehát ez nem látszik rajtam, de világéletemben imádtam a sportokat, annál is inkább, mert hogy sportiskolába jártam általánosba. Az első naptól fogva kiszúrtak engem a Kovács testvérek, és hát onnantól kezdve minden nap, amikor sétáltunk hazafelé, akkor megvártak bennünket a Deák Ferenc utca egyik sarkán, és hát ők már jártak, akkor többé volt birkózni, és birkózni kellett. Mese nem volt. Hát a Pintér Zoli barátommal birkoztunk, hát minden nap valami leszakadt rólunk, vagy vérzett az orrunk, vagy hát erősen sírtunk, és egy év múlva jöttünk rá, hogy Szentesen vannak párhuzamos utcák, és onnantól kezdve a Dózsa-György utcán mentünk hazafele. Én azt hittem, hogy vége a nyomornak, és hát természetesen onnantól kezdve Bartos Lajost verték a többiek, de hát a rémálom az nem szűnt meg, mert másnap kezdődött újra az egész történet, annyi különbséggel, hogy nem verekedni kellett, hanem futni, mert a Dózsa-György utcán meg a Maci kutya jött velünk szembe. A Maci kutya az ki volt éhezve a szeretetre, de én ezt akkor nem tudtam, tehát én effektíve úgy éreztem, hogy Maci kutya engem meg akar enni. És hogy úgy rohantam haza, hogy a szél kikezdte a mellemet, de nem, tehát egyszerűen annyira féltem a kutyáktól, hogy nem tudtam, tehát a rémálom kiütközött az arcomra. Cseperedtünk, mindenki csinált valamilyen sportot, én nem nagyon szerettem műzni semmilyen, a labdajátékokban nem voltam erős, mert egyszer akartam elkapni a kosárlabdát, de eltört a kezem. Egyéni dolgokban még semmit nem mertek rám bízni, addig, amíg egy ilyen atlétikai válogatóra nem tévedtem el. Mindenkitől kérdezték, hogy mennyi idő alatt futja a százat, de én azt hittem, hogy azt kérdezik, hogy hanyadikos vagyok, és amikor rámutattak, akkor azt mondtam, hogy 6. És az atlétikai edzőknél az az érdekes, hogy az atlétikai edzők azok csak úgy tudnak gondolkozni, hogy rekord. Tehát összedugták a fejüket, és azt kérdezik, de figyelj már is, ezt a gyerekről miért nem beszéltetek eddig? Tehát Ben Johnson-t még nem is ismerték. Tehát Ben Johnson még azért nem is... Tehát 10-en belül még senki nem futott addig a százat, de ők azon gondolkoztak, hogy mennyi érmet fogok én ezen nyerni, és hogy hol dugdostak eddig engem egy ilyen csodát. Úgy éreztem, hogy akkor úszom meg a legeslegénkább, hogyha le is késem a rajtot. És akkor már oda sem mentem, hanem én önhatalmulag beneveztem magam a magasugrásba. Hát ott nagy bajba kerültem, mert a magasugrás mindenki 140-en kezdte. Nekem meg az egyéni rekordom 125 volt, de hát én hiába kértem őket, hogy szeretném, hogy lentebb vegyék a lécet. És mondták, hogy miért? Hát 140-en melegítnek. Hát mondom, nekem is legyen valami sikerélménye. És rávette az egyik tanárom, hogy menjek el tájékozódási futónak. Tájékozódási futó, ez a futás, ez már rosszul hangzik. Hát az első versenyem az a Börzsönyben volt. Szlovákiából hoztak vissza, mert eltévedtem. Másfél nap boklászás után nem tudtam, hogy nyerhettem meg én a versenyt. Hát úgy, hogy nem tudom, hogy ismerik a tájfutás alapszabályait. Ilyen bójákat kell megkeresni sorrendben, meg vannak számozva, kap az ember egy olyan térképet, amin csak foltok vannak, de az állítólag térkép. És én azért tévedtem el, mert a csacsi rétet kerestem, hát nem tudtam, hogy az ott nincsen, és nem is vettem észre, hogy már másfél nyelven horgásznak az emberek. És hát azzal tudtam megigazolni, hogy nem határsértő vagyok, tehát egy ilyen tálibarccal nagyon nehéz megmagyarázni, hogy az ember nem határsértő, hanem mutogattam a rajtszámot, meg ezt a vaktérképet magammal, meg mutogattam azt a 12 darab bóját, amit összeszedtem az erdőbe. És azért nyertem meg a versenyt, mert a többiek nem találták ezeket a bójákat. Eltelt az idő, és egy idő után visszajött a végzet. Középiskolába lett egy nagyon-nagyon jó atlétikai tanárom, aki egyébként politechnika tanár volt, csak Laci bácsit úgy értékelték, hogy Laci bácsi tudja legjobban rábeszélni a gyerekeket arra, hogy valamilyen sportban részt vegyenek. Laci bácsi például engem rávette arra, hogy körbe tudom futni a Velencei tavat. Hát életemben nem futottam még körbe a Velencei tavat, de akkor, mivel Laci bácsi azt mondta, hogy mindenki körbe tudja futni, mit szórakozol.
Akkor ezt úgy éreztem, hogy ez nekem olyan lelki töltet, hogy körbe sprintelem. És hát én közben többször meghaltam útközben, de körbefutottam a Velencei tavat úgy, hogy kaptam érte egy ekkora kis olimpiai kitűzőt, tehát az egész futásért, de úgy éreztem, hogy én vagyok a világ legnagyobb hőse. És hát Laci bácsi beválogatott az atlétikai csapatba, és inkább azt mondta, hogy te fogsz diszkoszt vetni. Hát megnéztem a lexikonból, hogy mi a diszkosz, és hogy... De miért kell azt elvetni? Hát úgy se kell ki, nem? Hát, és egyébként is teljesen értelmetlen elvetni, most lesz egy csomó diszkosz, és akkor mindig el kell vetni. És akkor... Hát néztem, és azt nem is tudtam, hogy ilyen rohadt nehéz. Tehát, hogy az ember kezébe veszi a diszkoszt, és így lehúzza a kezét, hogy így járkáltam egész nap egy diszkoszta, hogy egyáltalán szokjam a súlyát, és hogy valami lesz. És hát oda mentem titokba a Laci bácsihoz, és megkérdeztem, hogy Laci bácsi, hogy kezd a diszkoszt elvetni? És egyetlen instrukciót tudott, amivel majdnem nyertem. Úgy, fiam, hogy a tied menjen legmesszebbre. Új sportág után kellett nézni, és így kezdtem el sakkozni, és megyei női harmadik helyezett voltam sakkban. Nem volt ki a női válogatott, és megkértek, hogy mi lenne, ha elmennék én is. Mondtam, hogy ez nem probléma, hogy nem vagyok nő. Azt mondták, hogy teljesen mindegy, nők is indulnak férfi versenyeken. Most egyszer bevállalhatom igazán. És hát mondom, akkor legyen. És mondom, mi a cél? Azt mondják, hogy hát nyerni kell. És hát úgy lettem megyei női harmadik, hogy kifigyeltem, mert nem tudtam, csak annyit tudtam, hogy a megnyitást tudtam, tehát igazából véve még a sakknak csak a legelején voltam. A sakkot azt időre játsszák, és amikor nincsen vége a partinak, akkor jön egy nagyon okos ember, legalább kettő szemüveg van rajta, aki így ránéz a táblára, de ezt nem lehet megmondani előre, hogy mi alapján tudja, de tudja, hogy ki nyert. Tehát így, aki jobb pozícióban van. És hát én azt csináltam, hogy léptem egyet, és utána nem léptem. És akkor vártam, hogy majd csak eltelik az 5 perc, és akkor eltelt az 5 perc, az idegösszeomlásba vitték el az ellenfelemet, és akkor jött az okos a két szemüvegével, ránézett, világos nyert. És akkor... Én köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük. A rágógumis dologot nem akarod elmondani, mert ezt én se hiszem el. A rágógumi is? Hát elmondhatom. De miért nem mondanám el? Most jelen pillanatban ugye haldoklik minden autón, nekem egy Skoda 120L van a birtokomba, long, mert van rajta vonóhorog. Ez egy nem fiatal autó, ellenben nagyon öreg, és a bácsi, akitől vettem, ő egy pesti bácsi, mondta nekem, hogy Sanyikám, nagyon jó autó, szigorúan hetet eszik városba. És mondom, és vidéken, vagy országúton, ott sose jártam vele. És hát így hoztam el tőle, teljesen csocsi állapotban volt. Gyönyörűen közlekedtem vele egy évig, amikor mentünk Szentendrén a feleségemmel körülbelül olyan 70-nel, és egyszer csak úgy éreztem magam, mint a jamaikai bobcsapat, mert így az eget néztem, és csúsztunk egy olyan 300 métert, még megelőztem azt a Suzukit, amelyiket éppen előzésbe kezdtem, és utána szabályszerűen leparkoltam a jobb oldalon, de még nem voltunk ott, ahova indultunk. Kiszálltam, Magdi, baj van. Hát hogy jöttünk ide? Hát nincs is benne kerék. De ő ezt már csak kézlegyintéssel értékelte, és próbáltam mentegetőzni, nincsen kerék, visszamentem, és 500 méteren belül megtaláltam minden alkatrészt, ami kellett az autóhoz, tehát stiftet, csavart, minden egyebet, és a kereket is a szemközti busz megállóban, még jó, hogy ott nem szokott sosem megállni busz, és ezért nem vártak ott emberek. És hát mondom, mentjük a menthetőt, és visszaaplikáltam a kereket, már a csavar nem volt jó, és ezt úgy oldottam meg, hogy egy rágógumival megtekertem, és azzal beszorítottam, és hát találtam ilyen téli szélvédő sprét az autóba, és azzal még ráfújtam úgy, hogy meggyújtottam egy kicsit, és akkor így
úgy sikerült visszatenni a kereket, hogy két hétig még közlekedtem. Aztán két hét múlva megint kiesett a kerék, erre tanulók vannak egy egész falu látta, és hát innentől kezdve úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy nekem s***ába kell utazni, tehát valami más autó után kell nézni, így jutottam kerékhez. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, itt lettem. Most némi kis reklám következik, de maradjanak velünk, mert nem sokára folytatjuk Kozma Orsival. És aki még Madár Sándor és társainak történetére kíváncsi, azt a Godó Kávéházba szívesen látjuk, intim keretek között, enciklopédikus formában, ugye? Sándorkám, még egyszer csókollak, és nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük! Az Esti Sóder azonnal jön a fináléval, itt az RTL Klubot. Keressük Magyarország legrátermettebb szurkolóját. Ha ön vagy közel ismerőse a legkeményebb, a leglelkesebb, vagy legvadabb foci szurkolónak tartja magát, és úgy érzi rátermettségét, a nyilvánosság előtt is tudná bizonyítani, várjuk jelentkezését az alábbi címeken. 1052 Budapest, Váci utca 15, vagy a szurkolókukac.tvnet.hu e-mail címe. Egy ország nézte. A show folytatódik. A legnagyobb sztárok, a legképtelenebb produkciók, elképesztő különkiadások. Vadonatúj epizódokkal az RTL Klubon. Most következő vendégem a Cotton Club Singers egyik oszlopos tagja, ám most nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen a közelmúltban jelent meg önálló CD-je. Erről hallunk most egy kis ízelítőt. Fogadják szeretettel Kozma Orsi!
Köszönjük szépen, Kozma Orsit látták, hallották. Köszönöm vendégeimnek, Szávai Ágnesnek, a Nyílt Nap valamennyi önkéntes résztvevőjének, valamint Badár Sándornak, hogy amint mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai est fényét. Önöknek köszönöm, hogy a mai estét és az elmúlt jó párat is velünk töltötték. Ebben a szezonban legközelebb szeptemberben találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok. Továbbra se próbáljanak meg mosatlan gyümölcslevet inni, és ne feledjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Szép nyarat mindenkinek, jó éjszakát! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb show műsora, az Esti Showder 7. esztendejének szezonfináléját látták. Köszönjük, hogy egész évben minket választottak. Viszontlátásra szeptemberben. Jó éjszakát kívánunk! Partnerünk a DVD Center házi mozi és filmmagazin. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. Biztonságunkról az Őrmester Kft. Gondoskodik. A műsor támogatója az Intermédia, ahol mindig szem előtt van. Munkatársaink a Taxi 2000-rel utaznak. Hivatalos internet szolgáltatónk a TV-net. Vendégeink kényelmét a Hazai Decker Marketing Kft. Biztosítja. Sláger Rádió. Minden idők legnagyobb slágerei. Média támogatónk a Metro Hírújság.